Eléggé vegyes érzéseim vannak az előző bevonuló zenés videó kapcsán, mégpedig ennek a legfőbb oka az, hogy ez a legnépszerűbb videó a csatornán, és azt hiszem, hogy a kommunikáció abban az időben nem volt a legjobb. Persze nyilván más dolog most ezt évekkel később visszanézni, lehet, hogy ezzel a videóval kapcsolatban is lesz majd problémám, hogyha megnézem évekkel később. Na de ugye nem véletlenül az a legnépszerűbb videó, azt hiszem az alapötlete az kifejezetten jó volt, legalábbis mai napig én egyébként jónak tartom. És kaptam is ugye kommenteket, hogy ez meg az, miért nem került fel a listára, vagy éppen, hogy kit hiányolnak, akik adott esetben megnézték a videót. És ez is gondolkoztam rajta, hogy jó lenne esetleg ennek egy második részt készíteni, hiszen azért nyilván valamennyire a mezőny is változott, meg kimaradtak is olyan bevonuló zenét, hiszen azért 10-be nem lehetett annyi meg olyan bevonuló zenét összetenni, ami mindenkinek megfelel, és azt hiszem, hogy ezzel a videóval sem lesz ez kielégítve az igény. De hát úgy gondoltam, hogy ha már most éppen tart a Dárci világbajnokság, akkor legyen egy ilyen videó. Úgyhogy még 5 bevonuló zenét hoztam, semmilyen fajta rendszer nélkül. Szóval 5 olyan játékos, akit egyébként én kedvelek, hogy valamilyen módon tetszik a bevonuló zenéje, úgyhogy jöjjön ez a videó most, és akkor helyezettek nélkül kezdjük is el. The Bully Boy, az aktuális világbajnokot egy ilyen listáról nem hagyhattam ki, Michael Smith, ugye, aki már nem tudja megvédeni világbajnoki címét, hiszen ugye kiesett a 2024-es, ugye előre kell gondolkodni, világbajnokságról, azt hiszem, hogy 4-0-ra is kapott ki, szóval elég simán, de talán nem is nagyon vártuk tőle az évét megnézve, hogy ezen a világbajnokságon valami nagyot fog nyújtani. Azért ő sokáig volt az örök második, és 2023-ban pedig ugye megnyerte az első világbajnoki címét, ez egy nagy történet, és azt hiszem, hogy egy nagy gát szakadt át nála. Én bírom ezt a srácot egyébként, a Sportrádiónak, Nemzeti Sportnak adott interjút, és a Sportrádióban én voltam a magyar hangja, úgyhogy ebből a szempontból valamivel közelebb került hozzám. És ezzel együtt pedig, vagy emellett pedig volt alkalmam vele személyesen is találkozni, ami megint egy olyan pluszt adott, amiért úgy gondoltam, hogy egy ilyen kis listára, vagy hát nem is mondanám ezt listának, hanem kis válogatásba azért ide raknám az aktuális világbajnokot is. Tökre bírom egyébként a zenéjét is, szóval azt hiszem ennyi, menjünk is tovább. Raymond van Barneveld, teljesen egyértelmű, hogy egy ilyen összeállításba el kell, hogy hangozzon az ő neve, meg az ő dala. Nagyon szeretem Barneyt egyébként, és ezt a bevonuló zenét is. Elképesztő egyébként az, hogy a holland közönség őt mondjuk Rotterdamba köszönti, ugye ezt a videót is vágtam be, szóval az egész stadion abban a narancssárga színű pólóban, mezben, és énekli ezt a dalt Barneynak, szóval egy legendás játékos, 2007 világbajnokáról van szó, és adott esetben nem is biztos, hogy mindenki szerette, ugye Taylornak volt ő egy ideig nagy ellenfele, és nyilván az így, hogy már
visszavonulásból visszatért a PDC-be, azért az emlékek sokszor megszépülnek, azt hiszem, és Barneyval kapcsolatban is. Szerintem, aki őt nem szerette korábban, az mostanra, a mostani mezőnyben már egyébként szereti, hiszen mégiscsak egy ilyen nosztalgikus érzést hoz vissza azzal, hogy ő is jelen van. Még a dal kapcsán annyi, ugye, hogy legendás dal, ugye Rocky-nak volt ez a filmzenéje, illetve ugye egy legendához tartozik, így Raymond van Barnevelt ez is, mint egykori világbajnokhoz. Szóval szerintem tök jó, tökre illik hozzá, és nyilván amikor egy stadionban ezt lejátszák, vagy adott esetben, például itt Magyarországon is lejátszották, az, akár az MVM Dome-ban is, amikor ő itt volt a Hungarian Dart Show-n egyébként, és nekem is volt alkalma egyébként vele találkozni, akkor nagyon pozitívan nyilatkozott egyébként, meg nagyon örült egyáltalán, hogy Magyarországra jöhetett ez az egész, és azt hiszem, hogy ő is szívén viseli a dartsot, hogy mégiscsak népszerűsíteni a világ minden országában is, hasonló küldetéssel jött el Magyarországra is. Szóval egyébként nekem is jó élmény volt vele találkozni, meg mindig jó egyébként őt látni ilyen versenyeken. Hát maradunk ezen az idősebb vonalon, Gary Anderson, hát róla ugye mit kell tudni, kétszeres világbajnok, ugye abban az időben nyert ő világbajnoki címet, két világbajnoki címet 2015-ben és 2016-ban, amikor ugye Phil Taylor még ott volt a toppon, vagy legalábbis onnan már kicsit lejjebb, de azért még mindig a legnagyobb versenyzők között volt. Volt egy feltörekvő Fangerben, aki ugye már nyert addig világbajnoki címet, és akkor berobbant szinte a semmiből Gary Anderson, és nyert két WB címet egymás után. Szerintem akkor nagyon sokan megkedvelték őt, és én is azok közé tartozom, akik onnastól is szurkolnak Gary Andersonnak. Magyarországon szerintem, hogyha vonunk egy ilyen népszerűségi mérleget, akkor azért a Peter Wright, Gary Anderson azért ott van a toppok között. Nyilván nagyon sokan kedvelik őket, és én a jelenlegi mezőnyből, ugye olyankor veszem fel a videót, amikor még Gary Anderson is versenyben van. Szóval nagyon bízom benne, hogy a darts világbajnokságon ő azért legalább egy ilyen elődöntőig el tud majd menetelni. Persze nyilván nem egy egyszerű dolog, meg neki rá kell koncentrálni alapvetően a dartsra, ami az életében talán nem mindig a prioritás. Ugye a gyerekekkel foglalkozik már legfőképpen, korábban volt nagyobb fókuszban a darts, és ennek köszönhetően is ő az a játékos, akivel nagyon szeretnék találkozni, hasonlóan mondjuk akár a Peter Wright az, akivel volt ugye szerencsém, meg az említett játékosokkal itt a listáról. De ugye ő nem jár European Tour állomásokra. Volt ugyan szó róla, hogyha nem jönnek ki neki a pontjai, akkor eljön, azonban nem jött el. Remélem, hogy egyszer majd látjuk őt is Budapesten, én kifejezetten örülnék neki. Hát a zene meg nagy bulit tud csinálni, ez kétségtelen. Vincent van der Voort, nekem az ő zenéjéről mindig a videótonnak a gólzenéjé jut eszembe, hiszen ugye hasonlóan a videóton is, amikor gólokat szerez, vagy adott esetben most már Fehérvárnak hívjuk, szóval amikor gól születik a Fehérvári stadionban, akkor ezt a zenét szokták bejátszani. És most kicsit visszautalnék az előző videóra, amikor ugye a Michael van Gerwendről beszéltem, mint a ő bevonuló zenéje kapcsán, hogy itt a Vincent van der Voort is egy olyan zenét választott magának, ami adott esetben lehet simán tudatos, hogy
a nézők, közönség az tudja énekelni közben a nevét, és ahogy hallható a felvételen, azért bőven meg is teszik, még annak ellenére is, hogy mondjuk Angliában van, és Angliában azért ő nem egy feltétlenül népszerű játékos, és egyébként nem is annyira sikeres, ezt is hozzá kell tenni, hiszen azért a legjobb eredményei között nincsen például világbajnoki cím. Összességében egyébként UK Open döntős volt, ha az eredményeit nézzük, talán az a legnagyobb, illetve a világbajnokságon negyed döntőig jutott. Hosszú ideje itt van már a mezőnnyel, egyébként szerintem nem hiszem azt, hogy ettől nagyobb eredményekre lenne hivatott, ugye ő is most már 50 környékén jár, szóval ki tudja mondjuk, hogyha hasonlóan alakul a pályafutása, mint Peter White-nek, tehát az is szépen felépíti magát, ugye, és nyer egy világbajnoki címet 50 fölött. Ki tudja, én egyébként nem látom benne, de hát ez a jövő majd hozza magával. The Wizard, Simon! Ilyen összeállításban Simon Whitlockot nem tudtam kihagyni, egyik nagy kedvencem ugye az ausztrál mágus, abszolút egy olyan dalt választott, ami Ausztráliára jellemző, ez a kicsit olyan feelingű, hogy mi ugyan ausztrálok vagyunk, a földnek az aljáról jövünk, és minket ti európaiak vagy akár másonnan érkezünk, úgy sértettek meg, és nyilván ez a kinézete is rátesz még egy lapáttal, a nagy szakállal, a nagy hajjal. A legjobb eredményét 2010-ben érte el, akkor a PDC-ben döntős volt, úgyhogy Simon Whitlocknak nagyjából ennyi a dicsőség listája, szóval ilyen szempontból nem mondható kifejezetten nagy sikereknek örvendő játékosnak, de ahogy mondtam, én nagyon kedvelem őt már csak a karakter miatt, és nekem végtelenül szimpatikus, ilyen nyilván a Darts-ban olyan karakterek is kellenek, akik magukra vonják a figyelmet, nyilván ilyen a Peter Wright is, ilyen a Simon Whitlock is, és azt is tudom hozzátenni, hogy volt alkalmam szerencsére vele is találkozni. Ő is Budapesten volt, és talán elmesélem ezt a kis történetet. European Tour állomás volt, és a színpadnál dobált az utolsó meccse előtt, akkor valamilyen úton, módon én bejutottam a színpad mögé, amin én is csodálkoztam, hogy egyáltalán engem hogy irányítottak oda, mint újságírót, de nyilván itt angol szervezőkről van szó, és valószínűleg elnézték, és engem oda vittek a helyet, hogy a rendes újságíró helyre küldtek volna. Szóval bejutottam a színpad mögé, és megvártam az ő meccsét, és amikor lejött a színpadról, akkor oda is léptem hozzá, hogy esetleg egy közös képet lehet-e vele csinálni. Ugyan veszített, ennek ellenére megállt, és azért egy közös képre odaállt, mosolygott is egyet, de aztán mondta, hogy hát nagyon csalódott vagyok, és ment is tovább, de meg is köszöntem neki, és sok sikert kívántam neki a világbajnokságra. Ez azt hiszem tavaly volt, úgyhogy ott se jött be, most se jött be. Remélem egyszer majd valami jobb eredmény is kifut Simon Whitlocknak, mert szerintem tökre megérdemelni. Nos, ők voltak az az öt játékos, akiről gondoltam, hogy csinálnék egy újabb bevonuló zenés videót. Köszönöm szépen a figyelmet, és bíztatok titeket egyébként, hogy menjetek ki ezekre a budapesti rendezvényekre, akár European Tour, akár társó keretein belül. Nagyon nagy élmény egyébként velük is találkozni, és ahogy láttátok és hallottátok is. Nekem volt alkalmam itt ebből az összeállításból aztán három játékosra is személyesen találkozni, úgyhogy bíztatok erre titeket, meg arra is, hogy a csatornára is iratkozzatok fel, tetszett a videó, plusz egy lájkot is elfogadok. Lehet, hogy még folytatom ezt a sorozatot, hogyha sorozat lesz, addig is minden jót nektek. Sziasztok!